Közéleti és politikai egy óra. Áltények, mellébeszélés és jóslás nélkül. Böcskei Balázs műsora. Jó napot kívánok, Böcske Balázsra, köszöntöm a hallgatókat, és külön köszöntöm a reggeli ismétlés hallgatóit is. Olyan témáról fogunk beszélni, aminek a dátuma talán 19-essel kellene, hogy végződjön, magyarán, hogy 2019-ben lenne indokolt. De hát úgy alakította a sors meg a történészek szeszélye, hogy a 2018-as év őszének végének, telének, elejének egy élénk vitája volt az online térben a Tanácsköztársaság, illetve annak kapcsán a vörös terror. Olyan lehet, hogy távoló, triviálisnak tűnő témáról volt itt szó, mint hogy a vörös terrort idézőjelbe vagy nem idézőjelbe tesszük, aztán kiderült, hogy az annyira nem is triviális, óvatosan kell bánni az idézőjelekkel. Hogy miért is, abban Bödök Gergely, a Clio Intézet társügyvezetője, történész, illetve Veszprémi László Bernát történész, hogy nekünk segíteni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Élénk volt ez a vita, mielőtt belemennénk nagyon a Tanácsköztársaságba, ugye elég nehéz évek elé nézünk, hiszen idén volt a háború befejezés, 100 éve volt az első világháború vége, aztán jövőre jön a Tanácsköztársaság, aztán jövőre azt követően meg a Trianon, szóval itt emlékezett politikai Disneylandből emlékezett politikai Disneylandbe megyünk. Az első kés az arra vonatkozik, hogy vonatkoztassunk el a magyar helyzettől. Állandóan itt bezzeg a német múltfeldolgozás, az mennyire példás lehet. Az ennek az első kérdés, hogy itt szakadott történészek vannak, hogy ez a múltfeldolgozás, ez mindenhol olyan nehéz, vagy csak a magyarországi történelem, hogy az tele van kataklizmákkal, az, ami súlyosbítja azt, hogy egyáltalán nem annyira magát érzetőd a múltnak feldolgozása. Bödög Gergely, kezdjünk. Hát én azt gondolom, és üdvözlöm a hallgatókat még egyszer, azt gondolom, hogy ez egyértelműen egyáltalán nem magyar sajátosság. Tehát sokszor, amikor azt mondjuk, hogy a német példa vagy a francia példa az mennyire jó, akkor ha ezt pontosan megkapargatjuk, azt látjuk, hogy a múltfeldolgozás tekintetében ott is csomó mindent a szőnyeg alá söpörtek. Tehát nem mondanám azt, hogy ez teljes mértékben egy nyugvópontra hozott történeti munkát elvégezték, de a magyar példán saját, magyar példán maradva azt gondolom, hogy ugyan 100 éve vagyunk itt kataklizmatikus események után, de egyszerűen ez a 100 év, hogyha konkrétan megnézzük, akkor egyáltalán nem adott egy jó időt arra, hogy ezeket a nagyon traumatikus eseményeket ezt megnyugtató módon sikerüljön feldolgozni. Ebben az elmúlt 100 évben több olyan rendszerváltás lezajlott Magyarországon, amelynek mindegyikében a 18-19-es események ezek kardinális központi szerepet töltöttek be, és egyfajta sarokkövei voltak az adott rendszernek a legitimációs igényének. Az első években, 19 után ugye Magyarországon egy ellenforradalmi rendszer rendezkedett be. A 19-es és részben 18-as politikai vezetők azok vagy láthatatlaná váltak, vagy elmenekültek. Az ő értelmezésük 18-19-re egészen más volt, mint az idehaza berendezkedő konzervatív szellemiségű ellenforradalmi, amely a 18-19-es eseményeket tulajdonképpen az egészet kriminalizálta, és 18-19-re, mint a magyar történelem mélypontjára tekintett. Ezzel szemben a Horthy korszak saját definíciója szerint egy pozitív időszak volt. 1945 után egy egészen más értelmezési keretbe került ez a két súlyos év. Itt már a magyar történelem fénypontja vagy csúcspontja a magyarországi tanácsköztársaság időszaka volt, és a 45 utáni pártállami történetírás a vulgármarxista szövegekben egyfajta előképeinek tekintette a tanácsköztárságot. Tulajdonképpen ez a 60-as évek végére ez eljut a csúcspontjára, a tanácsköztárság emlékét a törvénybe foglalják, és forradalmi ifjúsági napok néven március 15-et, április 4-et és március 21-ét egy ilyen közös két hétes ünneplésé formálják, és tulajdonképpen a nagy érdekesség az, hogy a rendszerváltás után az elmúlt 30 évben miért nem születik jó, és egyáltalán miért nem születik tanácsköztársaság monográfia, és miért van az, hogy ez a 18-19-es eseményben még sokszor most is azokra a szövegekre támaszkodunk, amik az 50-es, 60-as vagy a 70-es években jelentek meg. Megfőjük a saját kérésére a választát hallgatni, Veszprémi László Bernától kérdezném az előzőt, és egyáltalán, hogy a szőnyeg alól mikor bukkanak fel ezek a témák? Mikor van az, hogy egyszer csak felpuposodik az a szőnyeg? Mit mondanak az eddigi történészviták? Mit mutatnak? Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és teljességgel egyet kell értenem abban a témában azokkal a megállapításokkal, amik elhangzottak azzal kapcsolatban, hogy nem csak Magyarországon nehéz a múltnak a feldolgozása. Tehát nekem például a szűkebb kutatási területem a zsidóság története, a holokauszt története, tehát abszolút tapasztaltam például azt a hollandiai tanulmányaim során is, amikor Hollandiában éltem, hogy hát
például a kokáink a holokausz emlékével való megbirkózás, hát a legkevésbé sem történik meg Hollandiában, ugye egyike azon kevés európai államoknak, ahol az állami szinten soha nem kértek elnézést a holokauszért, és máig nincsen megfelelő holokausz emlékmű Hollandiában, tehát én mindig visszatetőnek tartom azt, amikor arról beszélnek, hogy a nagybetűs nyugaton már mennyire megtörtént a múlttal való szembenézés, és csak itt a mucsai Magyarországon vergődünk azzal, hogy mi is történt a múltban, hiszen nyugodtan találhatunk a progresszív és fejlett és korábban is a szabad világ részét képző Nyugat-Európában is olyan példákat, ahol hát még a legelemi szintig sem sikerült eljutni a múlttal való feldolgozás terén. És egy nagyon érdekes dolog, amit itt a beszélgető partnerem is említett, hogy valóban annak ellenére, hogy igen sok munka jelent meg ugye a múlt rendszer során a tanácsköztársaságról általában, ugye mindig a kerek évforduló 59-69-79 voltak éppen, rengeteg hatalmas ügyetételszámot mutató irodalomlistája van ennek a kérdésnek, tényleg az utolsó vidéki direktóriumnak is az iratait is szinte már közölték, lehet látni ugye a különböző könyveknek ugye a dátumozásán is, hogyha esetleg valaki véletlenül mondjuk már 1970-ben sikerült csak kiadni a könyvét, akkor még odaírták, hogy de egyébként a kézirat még 69-ben készült, hogy mindenki lássa, hogy itt a évfordulóra akartak elkészülni. De egy érdekes dolog, amivel ugye találkozhat a történész, hogyha ezeket a korábbi munkákat is olvassa, hogy hát természetesen ugye ezek egy mégis egy diktatúra során készültek ezek a munkák, és nem volt meg a történészeknek az a, hát ha már, hogyha valóban professzionális történészek csinálták sokszor, mert nem volt meg az a szabadságuk, hogy minden forrás közöljenek, vagy teljes egészében közöljék a forrásokat, szóval hiába van egy hatalmas irodalomanyag, nyilván érdemes elolvasni, de sajnos nem úszta meg a történész a primer kutatásokat. Tehát nekem is kellett azzal szembesülnöm, hogy egy bizonyos forrás, mondjuk ugye a múlt rendszer során publikált forráskiadásban megjelenik egy bizonyos formában, azt állítja a szöveg, hogy teljes egészében ott van, és nem jelöli azt, hogy bármit kihagytak volna. De amikor véletlenszerűen a kezembe került a valódi dokumentum, akkor látnom kellett, hogy hát vannak itt olyan kínos részletek, amiket kihagytak belőle, nem jelezték a kihagyást, tehát vagy úgy gondolták, hogy nem lényeges, vagy úgy érezték, hogy nincs szabadságuk arra, hogy ezeket közölhessék, de tehát nem szabad megsporolni a primer kutatáskor, ezeket újra el kell végezni. És azt gondolom, hogy talán valami oka lehet annak, hogy máig ilyen modern szemléletű monográfiák maximum részkérdésekről jelentek meg, tehát azt én nem akarom mondani, hogy ne jelent volna meg semmi, de az, hogy átfogó, teljes egészében, a teljesség egészében megszületett, ennek igényével megszületett munkát még nem tartottunk a kezünkben. Hát ennek például a hatalmas irodalom mennyiség is az egyik ilyen riasztó oka lehetett. Tehát valószínűleg itt arról is van szó, hogyha egy történész témát választ magának, akkor lehet, hogy nem pont egy olyan témát akar választani magának, ahol hát nem csak, hogy hatalmas irodalom van, de még ellenőrizni is kell ezt az irodalmat, hogy valójában tényleg az szerepel abban a forrásban, amit itt közölnek. Előre ment a válasz szában egy másik kérdésemre is megadta már a választ, de viszont Bödő Gergelyt is megkérdezem, hogy túl azon, amit itt Veszprémi László Bernát mondott, mivel magyarázható az, hogy Hajdú Tibor tanácsköztársaság munkája óta nincsen, és de inkább azt a rendszerváltás 28 éve óta nincsen tanácsköztársaságnak részterületeken túlmutató átfogó feldolgozása. Vagy a kívánossága óta bármilyen alapkonszenzus is hiányzik talán a témában? Talán azt gondolom, hogy ez nyilván, ahogy minden történelmi probléma, ez is, erre a válasz is nem egy tényezés. Az egyik biztosan az, hogy amilyen minden rendszerben egy sarok kérdés volt, ezért az érezhető volt, hogy ezzel foglalkozni egy kicsit ilyen darásfészekben nyúláshoz hasonló. Tehát az embernek, legalábbis a rendszerváltás óta egyértelműen a kutatónak éreznie kell, hogy itt adott esetben minden szónak, minden mondatnak jelentése van, és ez például a néhány hete kirobbant utában is megfigyelhető volt. A másik dolog pedig, hiszen ezen én is gondolkodtam, az valószínűleg az, hogy a rendszerváltás után mégsem ez volt a leginkább sláger téma. Egyfelől a rendszerváltást követően nagyon sokan kezdtek az 56-os forradalommal foglalkozni, az volt ugye a rendszerváltás eufóriában fogant legfontosabb téma az 56-hoz való viszony volt. Ezt tehát a kutatói figyelmet nagy mértékben talán lekötötte. Majd azt követően az első számú, vagy legalábbis a modern magyar történelemben legnagyobb traumával a trianoni békeszerződésre foglalkoztak. Megjelent tanulmánykötet, megjelent kis monográfia, megjelent szöveggyűjtemény, és Trianon nyilván kicsit szimbólumává vált minden nap, mivel ennyi történt. Sokan egyenesen a tanácsköztársaság felelősségét és komoly felelősségét is fölvetik a trianoni békeszerződéshez vezető úton, de talán még fontosabb, hogy Trianon elfette egy kicsit a magyar kutatói figyelem elől mindazt, ami előtte történt. Részben ez igaz a tanácsköztársaságra, részben igaz a 18 őszi
Őszi József forradalom és a Kárai féle népköztársasággal, és részben igaz az első világháború is. A tanácsköztársaság ahhoz képest, hogy egy nagyon rövid időszak volt a magyar történelemben, gondoljuk csak arra, hogy a legutóbbi választások óta majdnem kétszer annyi időszak telt el, mint amennyi az egész tanácsköztársaság a története volt. Ehhez képest az emlékezet politikai súlya irodatlan nagy, sokkal nagyobb, mint amit ez az idődimenzió ez az mondjuk így kijelölne. A Rákosi és Kádár rendszer teremtette súlyról beszélünk? Tulajdonképpen még korábban, ez már a Horthy korszakban is így volt. 18-19 egy alapvető kérdés volt, amihez a rendszernek viszonyulni kellett, és ugye a Horthy korszaknak az volt a válaszom, hogy az egész 19-es tanácsköztársaság bűnbe fogant, ez a magyar történelmi mélypontja, teljesen illegitim, ehhez képest határozta meg magát. A 45 után pedig, ahogy említettem, korábban fordult a rendszer. A Horthy korszakot teljes egészében fasizmusnak vagy félfasizmusnak nevezték, és nagyon érdekes, hogy ma, amikor egy szabad világban élünk, itt az 50-es, 60-as években azon mentek nagyon komoly ideológiai viták, hogy félfasizmus vagy teljes egészében fasizmus volt a Horthy rendszer. Ezt ma el sem tudnánk képzelni, hogy ez mennyire. Itt volt aztán a szavaknak nagyon komoly jelentése. Még egyszer, mi volt a kérdésed? Mik tette rá súlyt? Tehát a Rákosi Kádár rendszeren túlzottan, mint említetted, a Horthy korszak. Egyfajta ideológiai azonossága volt a Rákosi diktatúrának a tanácsköztársasággal. Részben egyébként ennek jó bizonyíték, hogy ekkor az nagyon zavaros és körülmények között a 30-as években megölt Kumbélának az emlékét elhajványították, és ekkor teremtik meg, és növelik meg jelentős mértékben Rákosi Mátyásnak a súlyát, aki messze nem volt akkora komoly szereplő, mint ahogy azt akkor bemutatták. Tehát van egyfajta párhuzam a 19-es események és 40-es évek végi diktatúra között, ami aztán a felpuhuló Kádár rendszerben nyilván módosul, kisebb-nagyobb változásokon átesik, és fontos még 56-ra is kitérni. 56, ugye 18-19, tehát a Vörös Terror és a Fehér Terror egymással úgymond kéz a kézbe jártak. És az egyik rendszer a Vörös Terrort ítélte el, a másik rendszer a Fehér Terrort. Ez a csiki-csuki ment jó sokáig, és részben megyeiként sajnálatosan manapság is. 56 ebben az értelemben egy fordulópont. 56-ban a rendszer azt mondja, hogy akik 19-ben zsidókat gyilkoltak, a 19-es Fehér Terror, annak a szellemi és részben fizikai leszármazotta és örökösei randalíroznak most a köztársaság téren. Tehát ez is egy nagyon hamis narratíva volt. Tehát 19-nek és a Fehér Terrornak, a Vörös Terrornak és a Fehér Terrornak az emléke ilyen értelemben kéz a kézben végigvonul az egész 20. századon. Ezen a ponton adódik egy laikusoknak az állandó kérdése, amiben lehet, hogy a történészeknek kell, hogy segíteni nekünk, hogy egyáltalán hogyan kutassuk, ismerjük meg ezeket a rezsimeket, rendszereket, a tanácsköztársaságot, és hogy közben ne veszítsünk el olyan mondjuk, hogy is mondjam, művészeti alkotásokat, olyan korral, akkor reflexiókat. Magyarán, hogyan beszéljünk a tanácsköztársaságról úgy, hogy Kassák Lajos ne buruljon ki a vízzel együtt, vagy éppenséggel az ide vonatkozó művészeti reflexiók vagy intelligenciák. Szükséges beszélni a terrorról, kell beszélni a Vörös Terrorról, és az áldozatok minden tekintetben megérdemlik ennek a fontosságát, de a történésznek hogyan nyúl, vagy hogyan tud a laikus fogyasztónak, történelemfogyasztónak segítséget adni abban, hogy tényleg a víz és a gyerek esete az el tudjon válni egymástól. Alapvetően én azt gondolom, hogy mind az áldozatkutatás, mind pedig az elkövető kutatás, mind a kettő egy teljesen legitim irányvonal, ugye mind a kettőnek megvannak az ilyen komoly nemzetközi példái is, és mind a kettőnek természetesen megvan a helye a magyar kontextusban is, tehát semmi probléma nincsen azzal, hogyha valaki mondjuk kimondottan az áldozatok élményeire, megélésére, szenvedéseire, halálára, túlélőknek a visszaemlékezéseire koncentrál, és itt nem szabad elfelejteni, ugye, hogy nem csak azok számítanak bizonyos értelemben, ugye áldozatai a Vörös Terrornak, akik az életüket veszítették el, hanem ugye itt rengeteg más kárvallottról van szó, akit megkínoznak, akit megnyomorítanak, akinek elveszik a vagyonát. Tehát én is példának okáért találtam nemrég egy olyan egyébként zsidókereskedőnek az esetét, akit úgy megvertek a tanácsköztársaság alatt a Vörös Terror legények, hogy hát magát a tanácsköztárságot túlélte, de 1920 vagy 21-ben már a sérüléseiben, annak a szövődményében belehalt. Akkor itt természetesen teljesen legitim dolog feltenni azt a kérdést, hogy akkor ő most akkor őt miért nem számoljuk bele a tanácsköztárság áldozatai közé, akkor ő vajon hova helyezhető? Tehát azt gondolom, hogy ezek a diskurzusok, ezek teljességgel adottak, mint ahogy annak is megvan mindenképpen a helye, hogy azon gondolkodjunk, hogy még az elkövetőket mi motiválta, milyen emberek voltak. Okay. De ez egy bináris gondolkodásról értem. Én viszont arra kérdezem, hogy például azokat a művészek, írók, költők, akik mondjuk elkötelezett baloldaliak voltak, és a tanácsköztársaságnak nyilván nem az erőszak olvasatával, hanem adott esetben a marxizmusával
szimpatizáltak, azoknak az művészeti integritását meg lehet-e úgy óvni, és szerintem kell szerintem, de meg lehet egyáltalán óvni, úgyhogy közben az elbentett eseteknek az árnyékát nem fedi rá őket. Hát én azt gondolom, hogy ha valaki megpróbálná ráhúzni különböző szép írókra, vagy irodalmárokra, vagy költőkre az erőszakos atrocitásokat, hát az hát jó formán körülbelül olyan lenne, mint hogyha valaki mondjuk egy konzervatív költőre próbálná ráhúzni a fehér terrort, tehát azt hiszem, hogy azért itt különbséget kell tenni a különböző hatalmi pozíciók között, kinek mire volt ráhatása. Én nem láttam még komoly történészi diskurzusban olyat, hogy valaki mondjuk egy költőnek a felelősségét próbálná erőltetni erőszakos atrocitásokban, hiszen persze az uszításnak a lehetősége az mindig fennáll, de én azt gondolom, hogy ugye éppen itt az elkövető kutatásról beszéltem, tehát itt konkrétan meg kell tudni határozni, kik az elkövetők. Ma már nem használunk ugye a történettudományban olyan kifejezéseket, ezeket a nagyon slágvortokat, nagyon elnagyzóló kifejezéseket, amiket hát a múlt rendszerben használtak, vagy egyébként akár a Horthy-korban használtak a vörös-fehér terror elkövetőinek az esetében, hogy most ki volt az, aki nem tudom, vezette őket idézőjelben, vagy ki volt az, aki mögötte állt. Tehát, hogy itt konkrétan kell tudni, honnan jönnek az utasítások, ki az elkövető, ki a gyilkos, és azt gondolom, hogy ma már a megfelelő történészi szabadság és a levéltári források is megvannak arról, hogy ezeket igen jelentős részben el tudjuk dönteni. Egyébként pedig nyilván visszás is lenne, hogyha valaki irodalmárok szerepét akarná elővenni, hiszen gondoljunk csak mondjuk Szabó Dezsőre, aki hát lelkes kommunistának vallotta magát a Tanácsköztársaság alatt, abszolút progresszív gondolatokat fogalmaz meg, hiszen egész életében egy antikapitalista ember volt, még később, amikor az akkori jobb oldalnak egy kapott figurája a 20-as évek elején, hát akkor is ő voltak éppen elég explicite elmondja, hogy ő a Tanácsköztársaságban is azt az értéket látta, hogy ő itt a tőke megdöntését kereste, ő neki ez volt a szimpatikus benne, és még a 20-as évek elején is mond ilyeneket előadásaiban Szabó Dezső, hogy nem kell kérem félni az antikapitalizmustól, nem kommunista dolog az. Tehát azt gondolom, hogy itt mindenképp kell látni azt, hogy itt semmi nem fekete-fehér, és itt megvannak a különböző átmenetek. Mezőgyi László Bánát utalt itt a források kérdésére, és a forrásoknak hát újra ellenőrzésének szükségességére. Ha az elkövető kutatás nyomvonalán megyünk tovább, akkor, ha jól értettem az eddigét, akkor a források instabilitása következő legalább szükséges ellenőrzése miatt ez az elkövető kutatás az még nem az is feladatok előtt áll. A Tanácsköztársaság esetén mit látunk? Erre milyen reagálok, de ha még lehet, akkor még az elmondottakra is reflektálni röviden. Teljesen mértékben egyetértek azzal, hogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy Veszmény László azt akarta mondani, hogy a Tanácsköztársaságot is komplexen kell megítélni. Ebben a komplexitásban egy nagyon fontos hangsúlyos eleme az állami szintre emelt erőszaknak a vizsgálata. Tehát azt hiszem, hogy a történetírás tényleg adós azzal, hogy először ne ennek a hatásmechanizmusait, hanem egyáltalán azt vizsgáljuk, hogy mi történt, hogyan történt a magyarországi vörös terror kapcsán, és itt majd lehet beszélni esetleg Vári Albert féle kutatásokról, hogy hány áldozata van a vörös terrornak, mert ez is egy hagyomány, ez a számháború, amit nagyon felül görgetünk, de ez egy komplex történeti probléma, amelyben benne van az egyszerű vörös katonának a története is, aki adott esetben a galiciai határon küzd abszolút televíziós céllal, benne van a politikai felsővezetésnek a története is, benne van az egyszerű szegény parasztnak, az elmenekült arisztokratának, az emigráns kormánynak, a román megszállásnak a története is. Ha ezeket a sokféle történeteket egymás mellé helyezzük, akkor tudunk szerintem egy objektív, vagy társszerűbb és reálisabb képet kapni a Tanácsköztársaság egészéről. Tegyük vissza a források kérdésére és az elkövető kutatás viszony. Nagyon fontos dolog, hogy végre megnyugtatóan tisztázzuk, hogy kik voltak az elkövetők. Ebben az időszakban, 19 márciusában a Vörös Őrség mellett a Tanácsköztársaság egy megbízható rendszerhez hű, de a rendszer ideológiáját csak többé-kevésbé ismerő szabadcsapatokat, terrorcsapatokat is fölállít. Ezeknek a száma majdnem eléri a 30-at is. Például a Budapest Vörös Levéltárban a 19-es a nyári bukást követően megindulnak különféle kommunista perek, elindul egy hajtóvadászat a Lenin-fiúk és más terrorcsapat vezetők és ott dolgozók, vörösőrök, vörös katonákkal szemben. Ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak. Tehát rendelkezésre állnak a túszok, akiket letartóztattak, áldozatokra vonatkozó egyéni életpályák, ezek abszolút mértékben vizsgálhatók és kutathatók. Egy percünk van. Röviden mind a kettőjüknek az álláspontját. Tudom, hogy nincs egy Csundelli Péter, de nem véletlenül, hogy ezt a vitát önök folytatják most egymással. Miről is szól ez a kérdés alapvetően? Az egyik oldal, jól értem, azt mondja, hogy Samuelitnek relativizálja a kérdések és válaszok 19-ről kötet. A másik pedig azt mondja, hogy nincs itt relativizálás, csak éppen részletkérdésekről koncentrálás.
Hát én azt gondolom, ez a kötet, ami megjelent áprilisban, ez egy ilyen kérdezfelelek, rövid, ha úgy tetszik, strandra vihető, könnyen befogadható népszerűsítő kiadmány volt. Ebben nagyon fontos 18-19-es releváns kérdésekre kaphatunk választ. Amit kifogás alá lehet venni, ez azt gondolom, hogy nem a Vörösterre relativizása, hanem egyszerűen szakmai hibák, idézőjelek és pontatlan slendrián fogalmazás. Hát az, hogy mennyi probléma van azzal a szövegrészsel, amiről beszélünk, azt hát fél percben nem biztos, hogy össze tudom foglalni, sőt, de mindenképpen el kell mondanom, hogy hát ugye annak a könyvnek a nyelvezetével és a megállapításaival, ahogy és ott azok szerepeltek, én biztosan nem értek egyet, és azt gondolom, hogy történész így nem beszéltek. Mi is volt a vita tárgya, és folytatjuk a konkrétot Bödör Gergely és Veszprémi László Bernáttal, belecsapunk ebben a kemény kérdésbe. A tárgyal könyv 73. oldalán következő a kérdés, beszélhetünk-e Vörös Terror a Tanács Köztársaságban? A Vörös Terror kifejezés idézőjelben van, mind a kettőjükhöz szól ez a kérdés, mind a kettőtnek erre ugyanazon kérdésre kell választ adniuk. Kezdjük Bödör Gergellyel. Hát nyilvánvalóan természetesen beszélhetünk, ezt az inkriminált... Én sem azért kérdeztem, mert nem tudom, csak hogy ebből indulnak ugye a viták a rádott válaszra. Ezt a kötetben szereplő szövegrészt, ezt Hajdú Tibor professzor írta, aki egyébként, hogy ezt írtam is a Mondéner megjelent szövegemben, a 60-as évektől nagyon komoly munkákat tett le az asztalra, és csomó esetben, amikor ma 18-19-ről beszélünk, az az ő munkáin alapul. Ez az ő elvitathatlan érdeme. Ugyanakkor már a 2000-es évek végén több helyütt idézőjelek közé tette mind a Vörös Terrort, vagy kilengéseknek nevezte, például a történelmi szemle egyik tanulmányában, és ebben a szövegben is... Hát nem... ez hogy megy át a történelmi szemléne a kilengés, a kifejezés? Hát nem tudom, ez egy jó kérdés, okay. Pláne 90 éve az események után. Ebben a követetben nem gondolom azt, hogy Hajdú Tibor relativizálná a Vörös Terrort. Tehát a szövegben számadatokat közöl, próbálja megérteni, hogy például a háborús brutalizáció az milyen mértékben hathatott az azt követő eseményekre. Inkább azt látom, hogy teljesen következetlenül van a kötetben a Vörös Terror kifejezés is használva, és a Fehér Terror is. Hát én egyébként teljesen egyetértek azzal, hogy itt mind ugye a háborús brutalizáció egy fontos szempont, és hogy mindenképpen van tehát legitimitása annak, hogy ezt a kérdést valamifajta új narratívában megpróbálják tárgyalni, viszont én azt gondolom, hogy egyrészt teljességgel egyértelmű, hogy ebben az időszakban, de ezért is írtam egyébként a Mandinerre megjelent írásomban, hogy abban, hogy volt Vörös Terror, ebben konszenzus van, tehát, hogy... Ahogy abban is egyébként itt, csak milyen nincs itt a szerzők, azért védelmükben, hogy az áldozatok és az azzal kapcsolatos relativizálás áldozatoknak ez sosem történt meg. Tehát ugye volt egy televíziós beszélgetés, és a vita folyamatosan arra tér ki, Csundeli Péter sehol nem mondta azt, hogy bárhogy egyébként, hogy ők relativizálná, hogy szándéka lenne, hogy a szövegnek szándéka lenne. Mert az igazság, hogy ebben éppenséggel téved, ugyanis hogy a Cofáronnak írt legelső nyilvános válaszában egy olyan sor is szerepel, és én azt gondolom, hogy itt talán ez az egyik lényeges sor, hogy ha ő azt mondja, hogy ha relativizálásnak számít, hogy ő a ugye most a saját szavaimmal tudom idézni, hogy hogy ő mondjuk azt a kérdést teszi fel, hogy Samueli közben gyerekeket nyaraltat, miközben ugye embereket is gyilkol, ha ez relativizálásnak számít, akkor ő relativizál, tehát itt egy ilyen állítás elhangzik. Egyébként nem tartom különösebben a legfontosabb, tehát nem ezt a legfontosabb dolognak a vitával kapcsolatban. Nekem leginkább történészként az a rész zavart, ahol ugye ez az állítás szerepel, Samueli nem lett volna vérszomjas. Én azt gondolom, hogy ugye ez az elkövető kutatásnak egy teljesen legitim része, hogy milyen karakter is volt az elkövető, mit gondolt a gyilkolásról. Ugye tudjuk, hogy ennek nagyon komoly irodalma van, például mondjuk a holokausztal kapcsolatban, ugye Hannah Arendt kapcsán, Adolf Eichmann szerepében. Pont erre mondja Dán Csundelik ebben a vitában, hogy hát éppen a gonosz banalitása miatt, ha nem is vesz el a személyiségét, bár lehet, hogy hozzá sem tesz, hogyha valaki azt mondjuk, hogy ugye nem a született vérszomjas kategória, hiszen azért ezt behatárolni történésre tudja, hanem a vonalitásra kíván talán értekezni. Én azt gondolom, hogy ez egyébként egy legitim diskurzus, tehát, hogy amikor mondjuk a 20. századi tömeges népirtásokról beszélünk, akkor valóban lehet beszélgetni arról, hogy egy íróasztali dolgozó az most vérszomjas gyilkosnak számít, vagy csak tényleg papírokat írogat alá. Tehát ez egy legitim diskurzus. Egyébként én azt gondolom, hogy Eichmann például a források tükrében egyértelműen
ő nem volt egy ilyen szürke irodai alkalmazott. De itt Samueli esetében ez egy nagyon explicit dolog, tehát itt személyesen is gyilkol. Ott van, végignézi a kínzásokat, gyilkosságokat, helyszínen ad utasítást. Ő nem egy irodai alkalmazott volt. Ő nem is tűnik szürke figurának egyébként a forrásoknak a tükrében, és mivel ismertek az ilyen publicisztikai beszédei, ezeket még ki is adták egyébként a múlt rendszerben, hát egészen expliciten felvállaltan ott van, hogy azt mondja, hogy ismét csak a saját szavaimmal tudom idézni, de hogy a lényegében ilyeneket mond, hogy át kell harapni a burzsuázia torkát, meg hogy nem kell félni a vértől, mert a vér erőssé teszi a proletáröklöt. Hát ennek tükrében nem lehet azt állítani, hogy ne lett volna vérszomjas. A vérszomjas az valóban egy nagyon erős jelző. Itt nagyon komoly forrásokkal kell tudni alátámasztani, ha valakiről azt mondom, hogy valaki tényleg gyilkolni akar, és tényleg látni akarja a gyilkolást. Hát itt van egy nagyon egyértelmű önvallomás az eredmények mellett. Tehát azt gondolom, hogy lehet azt firtatni bizonyos tömeggyilkosok esetében, hogy most akkor pontosan hogyan is álltak a gyilkolásról, de ez itt igen explicit. Tehát én ezért is mondtam azt, hogy itt a Csundellik történésznek, hát hogy bizonyítania kellene, ezek a források tévesek. De nyilván ez egy meddő vállalkozás, vagy pedig azt kéne mondani, hogy jó, hát akkor elnézést kérek, akkor Samueliről nem lehet azt mondani, hogy nem volt vérszomjas. Vérszomjas is, vagy hogyan beszélünk a vérszomjasságról? Ez nagyon furcsa szó, ez az egész vérszomjasság. Inkább azt gondolom, hogy Csundellik itt egy vita hevében nem egészen jó kifejezéseket használ. Tehát ő, én nem gondolom, hogy relativizálja Vörös Sándort. Ő egyszerűen próbálta megérteni, és ezt lehet, hogy nem jól adott ennek hangot, és valószínűleg nem jól írta ezt meg, hogy hogyan válik az ember egy boldog békeidők után, nagyon rövid idő alatt brutális gyilkoló gépezetté. És ez egyértelműen az első világháború hatása, amely nagyon gyorsan és nagyon mérhetően átformált az egész társadalmat. Itt az emberek kikerülnek a frontokra, és olyan dolgokra lesznek képesek néhány hét alatt, amit korábban soha nem képzeltek volna el. Ez az egész brutalizáció, aminek talán a legplasztikusabb megfogalmazását George L. Moss, egy amerikai történész fogalmazta meg, ez épp azt mutatja, hogy ez utána a háborút követően ezek az emberek a legitim gyilkolásnak a mindennapos tapasztalatával jönnek haza. Ezek az emberek, akik a proletár diktatúra mögött álltak, ezek még megtapasztalták a szovjet hadifogolytáborokat is, ott nagyon hamar a szocialista és bulgár marxista propaganda hatása alá kerültek, és ezzel a világot fölforgatni akaró ideológiával érkeznek azután haza. Ami 19-ben történik, az megérthetetlen éppen ezért azt gondolom én is az első világháború hatás történetének az ismerete nélkül. Samuel Tibor esetében ugyanakkor a levéltári források teljes mértékben rendelkezésre állnak, és azt hiszem, hogy teljesen másodlagos kérdés, hogy mit érzett a gyilkosságok alatt. Fontos ez, fontos tisztázni, hogy ő tényleg abóvó vérszomjas volt, vagy számára tényleg szükséges volt, vagy csak ahogy a Csundellik itt a közvetlen forrásokra és nem közvetett forrásokra, és jóval későbbi forrásokra alapozva, vagy csak egyszerűen szükséges volt. Ezek is fontos résztémák, de nagyon fontos azt látni, hogy ki volt ez a Samueli, neki alkalma lett volna leállítani a gyilkosságokat, egyik vezér és megkerülhetetlen ember volt, nagyon jó viszonya volt Kumbélában, noha ez a viszony konfliktusos volt, és nem volt mindig igazán jó, de egyik központi szereplője a korabeli történéseknek, és ezek a hozzákapcsolódó esetek inkább az a baj, hogy hiányoznak ebből a kötetből, és ezért van a hiányérzete az olvasónak. Tisztázok, mielőtt Veszprém László Bernáthoz fordulok, a Lenin fiúknak a fogalmát, ez egy ilyen politikai műszó, már bocsánat. Tulajdonképpen ez a kötet azzal az igényel is föllép, hogy ha nem is az összes, de a tanácsköztársasághoz kötődő téveszméket és legendákat is és górcsi alá vegy, és ezekkel leszámoljon. Én azt mondom, vannak olyan témák, amik abszolút nem illenének bele egy ilyen kötetbe. Nyilván van a szerzőknek a személyes döntés, hogy mit válogatnak bele, de például a Lenin fiúk fogalmának a tisztázása valószínűleg bele illett volna. Sokáig a narratíva az volt, hogy májusban Samueli Tibor elrepül Leninhez, és Lenin a hazai fiainak ezüst sapkarózsákat küld, és innen van a kifejezés, hogy ők azután Lenin fiúknak nevezik magukat, ez teljes mértékben hamis. Már március végén vannak olyan felvételek a Vörös riportfilmben is megnézhető, amelyben megjelenik a felirat a Nagykörúton, hogy a forradalmi kormányzótanács Lenin fiúk terrorcsapata. Tehát ez a elnevezés, ez már sokkal korábbi. Menjünk rá, amit tudom, hogy a legnehezebb téma talán, meg nem is tudom, én is magam, hogy hogyan beszélek, aki ennek a történet nyelvnek sem vagyok a birtokában, az áldozatok számára.
Veszprémi László Bernáthoz fordulok elsőkorban, mit tudunk az áldozatok számáról, és aztán meglátjuk, hogy Bödő Gergely ezzel milyen revíziós igényen lép fel. Hát ugye itt egy olyan dolog is elhangzott ebben a vitában különböző hozzászólók részéről, hogy itt esetleg utána valaki azt mondta volna, hogy nem szabad kutatni az áldozatok számát, vagy nem szabad közölni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szabad természetesen beszélni arról, hogy most akkor a különböző áldozatoknak, hogy pontosan hogy is volt ez a történet, ugye ilyenkor elő lehetne ásni, és a helyi vidéki levéltárakból meg lehetne nézni azt, hogy akkor megvannak-e a anyakönyvi kivonatok. Hogy... Ugye vannak egyébként ilyen abszolút tisztázatlan kérdések, tehát én például a kokáért ugye csak abszolút a téma nem jártas kutatójaként, egyszerűen csak próbáltam ugye ennek az egész Lukács György tizedelés történetnek utána nézni, és hát itt nagyon komoly hiányosságokat lehet felfedezni máig az irodalomban. Én őszintén remélem, hogy lesznek olyan explicit, tehát hogy különösen tanácsköztársasággal foglalkozó kutatók, akik ezt még tisztázni fogják, mert én nagyon furcsának tartom, hogy még máig ilyen tisztázatlan dolgok vannak olyan ügyekkel kapcsolatban, amiket, tehát ugye én magam ugye nekem elsősorban mégis a holokauszt a szakterületem, hát én is a szakirodalomhoz nyúlok, hogyha ellenőriznem kell valamit, és még így is azt látom, hogy itt vannak hiányosságok. De én magam is találtam egyébként a kutatások során ilyen hiányosságot, ugye, hát éppen ezt a zsidó kereskedőt említettem, akit úgy megvernek, hogy később meghal, így nem kerülhetett bele Várinak Várja Albert főügyésznek a sokat forgatott és idézett könyvébe, pedig hát én azt gondolom egyébként helyességgel egyértelműen lehetne a tanácsköztársaság áldozatának tekinteni őt. Azt mondja itt, ugye Várja Albertnek a neve hangzott el, kicsit tisztázzuk az ő kiről is beszélünk, és akkor nézzük meg ezeket az áldozatok számát, mert nekem nem olyan tisztázott, hogy akkor honnantól számítjuk ki az, akiket beszámítunk a tanácsköztársaság áldozatainak számával, lásd a zsidó kereskedő esete. És Várja Albert az első világháború alatt sajtószenzúrát folytatott, majd Aradon volt bíró, és 1918-ban a háború végén királyi főügyészé nevezték ki. Ő volt az, aki 1919-ben megpróbálta utána járni a Vörösterror áldozatainak, és ez a regiszter, amit ő összegyűjtött, ez 1921-ben meg is jelent, ennek az a címe, hogy a Vörös Uralom áldozatai Magyarországon. Egy nagyon sikeres könyv volt, nyilván abszolút mértékben belesimulta az ellenforradalmi időszaknak az elvárt logikájába, de a rendszerváltás után is ezt a könyvet ezt kiadták legalább négyszer, emlékezetem szerint. Ebben Várja Albert egyébként nagyon precíz és pontos listát közöl, ABC sorrendben a településekről, hogy hol kiket öltek meg, közli a jegyzőkönyveknek a pontos elérhetőségét és számát, közli az elkövetőket, az áldozatokat, amennyire tudja a pontos időpontot, a pontos helyet. Tehát ilyen értelemben egy alapregiszter, ma már nem lehet enélkül azt hiszem a Vörösterror áldozatival foglalkozni. Ugyanakkor én megnéztem az elmúlt években az egész listát, megnéztem a mögötte lévő jegyzőkönyveket is, és azt látom, hogy ezt a számot ezt lehet még pontosítani, ugyanis Várja Albert szinte mindenkit belevett, aki ebben az időszakban valamilyen erőszakos úton meghalt. De még csak nem is csak ezeket. Könyves szerint 587 áldozat van benne, utána számoltam 592-t számoltam meg, és azon több nagy csoportra oszthatók. A legszámosabb az a 367 fős lista, amelyben ténylegesen azok vannak, akik úgy veszítik el az életüket, hogy a terrorcsapatok, a vörösőrök vagy a vöröskotanák kiszállnak a településre, és őket felakasztják, hogy kivégzik. Ez a legnagyobb csoport egyébként. Van egy közel 110-es szám, akik viszont úgy veszítik el az életüket, hogy lényegében fegyveres összetűzésbe keverednek az érkező Lenin fiúkkal vagy vöröskatonákkal, és tulajdonképpen ilyen klasszikus tűzpárból beveszítik az életüket. Ez egy 110-es fő. Aztán vannak benne véletlenek, például, ha valaki átsétál az úton is egy golyó, éppen vörös katonák még fűzhatva keveredtek a románok, és eltalálja golyó, és az életét veszti, ezt én véletlen esetnek tekintem, vagy amikor mondjuk részek katonák lövöldöznek berúgva egy esküvőn. Vagy vannak öngyilkosság benne. Tehát minden más kategóriát elkülönítettem, amelyben a politikai szál nincs benne. Azokat nem tekintem vörös terror áldozatának. De még, hogy a számokról beszéljünk, azt gondolnánk ma, hogy 100 évvel az események után a hétköznapi olvasók egy nagyon bátor és biztos fogódzókhoz nyúlhatnak. És azt látom, hogy csomó esetben egyszerűen megnyugtatóan nincsen tisztázó számok. És mondok csak két példát. Az egyik az első világháború magyar áldozatainak a száma. Két nagy szám van még ma is forgalomban, az egyik egy 530 ezeres szám, a másik meg egy 661 ezeres szám. A kettő között van kb. 130 ezer fős differencia, és mind a kettő esetében csak becslésekről beszélgetünk. A másik, ha bárki fölhág az internetre és megnézi, hogy 18 őszén az elharapozódó spanyolnáta járványban hányan halnak meg, 50 és 100 millió közé teszik. Azt mondom, ez nem a hiba határ, itt majdnem kétszer annyi áldozatról beszélünk, és az egészről meg tudni kell, hogy 5-ször vagy 10-szer annyi áldozat van a spanyolnáta járványnak, mint az első világháborúnak együtt.
Ez képest ennek az emlékezett politikai súlya kimerem jelenteni semmi. Az első világháborúnak az emlékezett politikai súly nagyon, nagyon csekély, és egy több mint félmilliós áldozat árnyékában itt a magyarországi vörös terrort, a fehér terrort, a román megszállást, vagy a 18 őszi parasztforradalmaknak az ezres nagyságrendű áldozatait, amik együtt egy 4000 embert tesznek ki, 3500-4000 embert, ennek az emlékezett politikai súlya sokkal jelentősebb. Mm. Ez egy nagyon érdekes különbség. Ugye jön ez az évforduló, és nyilván jönnek a... Felállnak az intellektuális történeti szabad csapatok. Lehet-e egyáltalán beszélni úgy a vörös terrorról, hogy az adott megszólaló nem ír, nem beszél, nem utal a fehér terror dolgára? Hát én azt gondolom, hogy talán nem véletlen, hogy mégiscsak manapság valami kapcsolatot feltételeznek a kettő között, vagy valamifajta párhuzamot keresnek a kettő között, hiszen végső soron mind a kettő esetében beszélhetünk ugye arról, hogy itt valamifajta politikai vagy egyéb alapon civileket gyilkolnak meg, tehát itt erőszakos, tömeges atrocitások történnek civilekkel szemben. Én hát sajnos előre félek attól, hogy itt lesznek olyan történészek, akik ugye vagy a vörös, vagy a fehér terrort majd ismételten megpróbálják vagy relativizálni, vagy elbagatelizálni, vagy valami egyéb szépítő fényben. Hogy ugye hirtelen az említett Mandineren tulajdonképpen programszerűen jöttek az erre vonatkozó, kötetre vonatkozó kritikák, mindeközben a Napokban jelent meg ugye Domonkos Lászlónak utóbbi időszakban Héjas Ivánnal foglalkozó monográfiája, amivel azt gondolná az ember, hogy a baloldali, jobboldali emlékezetnek egyaránt van dolga, és ehhez képest mondjuk a Mandiner túl ezen a kis része nem egy monográfiának akkor a hangsúlytalan nem fektet. Nyilván most nem önhöz szól a kérdés, vagy önökhöz szól a kérdés, de sajátos, hogy bizonyos sorok kapcsán, hogy is mondja, lassan már a BTK-t pedzegetjük, bizonyos könyvek esetében, mert még csak emlékezett politikai reflexiókat sem teszünk. Természetesen ugye egy hírportál arról ír, amiről jónak látja, de nekem a portál munkatársaként egyáltalán nem okoz problémát azt mondani, hogy én is olvastam Domokos Lászlónak a könyvét, és egy nagyon rossz könyvnek tartom. Azt gondolom, hogy nem lehet ilyen hangon írni. Héjas Ivánnak a gyilkosságairól nem lehet ezekről az atrocitásokról ilyen hangon írni, tehát egy bizonyos szempontból én előttem ez a mind a vörös, mind a fehér terrornak akár relativizálása, bagatellizálása, vagy lényegében ugye bármilyen olyan fajta bemutatása, ami a történelmi kritériumoknak nem felel meg, az az én szememben egy azon éremnek a két oldala. Tehát én egyiket se tudom elfogadni, én azt gondolom, hogy főleg most már itt a 100 éves évforduló környéken járva mindenkiben kellene, hogy legyen annyi alázat és annyi felelősség tudat, hogy egy olyan hangnemben beszél ezekről a kérdésekről, bármilyen politikai oldalról is jön, amely nem kelt közfelháborodást, nem sérti az áldozatok rokonait, leszármazottait, és amely inkább az árkok betemetésére és nem a mélyítésére készíti az embereket. Nagyon Vödő Gergely teszem fel, hogy nagyon együtt tudnék ezzel gondolkozni, ha nem lenne ott, hogy akkor mégis csak az említett Héjas Iván könyv hogyan jön át, ha megkérdezzük az előbb a kilengések, mi a történelmi szemlét, akkor ez a Héjas monográfia hogyan jön át a szakma, vagy a nyomda szűrőjén. Hát a pontos könyveket nem ismerem, a könyvet elolvastam, és én is azt látom, hogy nem csak, hogy relativizálja a fehér terrornak a bűneit, hanem Héjas személyét egyfajta... Mert mitben is mutatkozik meg ez a relativizálása a bűnnek? Hát Héjas személyt valósággal apologetikus stílusba festi meg, itt ilyen kényszerű cselekményekről ír, vagy éppen elhallgat, tehát abszolút a forrásai visszakereshetetlenek, és zavarba ejt, hogy abszolút nem érkezett erre a kötetre szakmai, de talán nem szakmai reflexió sem. De hogy az eredeti vagy az előbbi kérdésére én is reflektáljak, azt gondolom, hogy önmagában természetesen lehet csak a vörös terrorral foglalkozni, vagy lehet csak a fehér terrorral. Tehát annyira nem sziámikrek ők, hogy csak együtt lehet őket vizsgálni. Itt mindig azon múlik, hogy a személy hogyan fogja fel a feladatát, aki ezzel foglalkozik. Egy történeti propagandistának tekinti, aki a történelmből kimazsoláz olyan példákat, amivel a saját maga politikai meggyőződését meg alá tudja támasztani, vagy professzionális történészet tekinti magát, és tényleg társzéren próbál ehhez visszajönni ő. De én azt gondolom a saját kutatásaimból, hogy van egy nagyon érdekes értelmezés keret, ha az első világháborútól nem függetlenítjük ezt az azt követő két évnek a történetét, és ebben az egész brutalizációs tézisben, ami most már 20-30 éve a külföldi szakirodalom is elterjedt, ebben vizsgáljuk ezt. Mm. Hogy mind a kettőnek valahol a gyökere az első világháború gyökerezik, a vörös terror ideológusai számára az első világháború egy teljes kataklizma volt, úgyhogy azt feltételezték, hogy azt a politikai rendszert is, ami oda vitte a világot,
akkor teljes mértékben el kell törölni, és ez a nagyon mérhető és gyors gazdasági, társadalmi, politikai változások mögött ez egy legfőbb ideológiai motor volt, ez a régi világot eltörölni. Ugyanakkor a fehér terror elkövetőinek a szemében is az első világháború egy ilyen kulcspomentum, egyrészt ők a régi világot szeretnék valamilyen módon rekonstruálni, másrészt megnövekedett katonának, a mindennapi militarizmusnak a nimbuszával érkeznek ők haza, és egy fölforgatott világot látnak. Tehát mind a kettőnek a gyökere valahol ugyanaz, hogy még ha eltérő válaszokat is adnak ezután a világháborús összeomlásra. Tehát a kettőt érdemes akár együtt is vizsgálni, és érdemes elkülöníteni azt is, hogy például a fehér terror esetében mennyire csattant azokon az ostor, akik tényleg a vörös terror bűneit elkövették. Uh-huh. És én azt látom, hogy a népbiztosoknak az öme az elmenekült az országból, a Lenin fiúk egy részét letartóztatták, egy másik részük az láthatatlanná vált. A ténylegesen kivézettek száma az 74 volt, de a főkolomposok azok még időben Bécsbe menekültek. Miközben egyébként olyan embereket vegzálnak a Dél-Dunántúlon, akinek mondjuk 5 katona, vörös katonaként harcol éppen Bártfájér és Eperjesvér és teljes a revízió szándékával. Akkor ez az ember mennyiben volt felelős a vörös terror bűnei? Tehát, hogy gyakori hivatkozási alap, hogy ez egyfajta revans volt, egyfajta bosszú volt a vörös terrorért, és ha nincs vörös terror, akkor nincs fehér terror, de érdemes megnézni ezt, és nálam például a Clio intézetben folynak erre kutatások, hogy mennyiben van átverés az elkövetők és a fehér terror elkövető és a vörös terror elkövető között, és azt látom, hogy nagyon-nagyon kis mértékben. Bődök Gergenek és Eszény László Bernátnak köszönöm ezt a nyugodt hangvételű vitát, hiszen a vita maga, ami a online térben zajlott, ez kicsit hangosabb lett. Szerintem így érdemes emlékezett politikai történészi vitákat folytatni. Köszönöm, hogy segítségünkre voltak a tények, ismeretek, tudások felszírozatalában. Köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm szépen. Ez volt erre az évre a konkrét. Köszönöm szépen a hallgatóknak az egész éves figyelmüket, Árva Brigitának, Burger Lajosnak az egész évben nyújtott segítséget, illetve a rádiók további munkatársainak is. Annyi maradt már hátra csak, hogy a hallgatóknak boldog békés ünnepeket kívánjak, és a 2019-es évben a szokott időben hétfőnként 15 órakor találkoznak velem Böcskei Balázssal. Ez volt erre az évre a konkrét.